20 méter magasra felmegy, 10x10-es gömbön terít, arany, ezüst, sárga, zöld, piros színben. Hatalmas a választék tűzi játékból ennél a szexádi árusnál. A néhány száz forintos gyerekeknek szánt fényjátéktól kezdve a több 10 000 forintba kerülő látványos tűzi játékokig itt mindent lehet kapni. Az eladó szerint egyre többet költünk szilveszterkor tűzi játékra. Volt ilyen, aki ilyen 300-400 000-eket is itt hagy esetenként, de a jellemző az inkább az, hogy ilyen 30-50 000-ig és mondjuk 50-100-ig. A tűzijátékok eladására, tartására és felhasználására is szigorú szabályok vonatkoznak. Egy idén hatályba lépett változás szerint például még az árusok sem tarthatnak éles eszközöket az eladótérben. Emiatt itt egyszerre ketten dolgoznak egy műszakban, mert valakinek folyamatosan be kell hordania azokat a termékeket, amiket a vevők kiválasztanak. 5 napjuk van arra, hogy visszavigyék a fel nem használt vagy hibás sérült termékeket. A vásárlóknak szilveszter után vissza kell vinniük a fel nem használt tűzijátékokat. Ilyenkor egyébként csak olyan pirotechnikai eszközöket szabad venni és használni, amiket egy kormányrendelet engedélyez. Petárdázni szigorúan tilos, azért akár 150 000 forintos pénzbírság is járhat. Tűzijátékból pedig legfeljebb egy meghatározott mennyiséget lehet otthon tartani. Egy magánszemély otthonában maximum 3 kg ilyen tűzijáték terméket tárolhat. Ez leginkább az ingatlanra vonatkozik, hogyha ott valaki már 3 kg-ot egyszer tárol, akkor nem lehet további 3 kg-okat személyenként tárolni. Tolna megyében a katasztrófa védelme egyébként 27 tűzijáték árusító helyre adott ki engedélyt. A szakemberek ezeket szerdán kivétel nélkül ellenőrizték, és mind a 27 árusnál mindent rendben találtak.